Szada nagyközség önkormányzata ismét egészségnapot szervezett a lakosság egészségvédelme érdekében április 11-én. A szadai lakosok számára ingyenes vizsgálatoknak az orvosi rendelő, valamint az általános iskola épülete adott otthont. Szadán nagyon sokat foglalkoznak az emberek egészségével, ugyanis itt a kistérség szervezésében megalakított szűrések mellé mindig rendeltek még plusz szűréseket. Jó évtizedes múltra tekint vissza az, hogy különböző szűrővizsgálatokat szervez a szadai önkormányzat. Nagyon-nagyon fontos nem csak helyben, hanem országosan is, hogy az emberek minél hosszabb időt tudjanak egészségben eltölteni. Ennek a célnak talán a legjobb eszköze és leghatékonyabb eszköze, hogyha megelőzésre helyezzük a hangsúlyt, és etéren a szadai önkormányzat tényleg idestova évtizede már különböző szűrővizsgálatokat szervez, hol mobil szűrőkocsik segítségével, hol pedig önkormányzati vagy egészségügyi szakdolgozói segédlettel ilyen komplex szűrőprogramok keretében próbáljuk a lakosságnak az aktuális egészségi állapotát felmérni. Nagyon hatékonyak tudnak lenni ezek a vizsgálatok, ahogy visszaemlékszem, szinte minden évben sikerül tucatnyi vagy jó néhány olyan rizikófaktort kiszűrni a lakosságnál, amely később hasznos lehet olyan szempontból, hogy időben elkezdődjenek a szükséges kezelések. Milyen vizsgálatokon lehet részt venni? Alapvizsgálatokon, ami mindig minden évben volt, és igazából nagyon fontos és nagyon nagy igény van rá, vérnyomásmérés, vércukor, testzsír, koleszterinszűrés, ezen kívül elsősorban belgyógyászat, EKG, légzésfunkció, és ott egy picit a dohányzás leszoktatás is szóba kerül, a Mucsi doktornak ez egy veszőparipája, és ezen kívül daganatszűrések, nőgyógyászat, férfiakat se hagyjuk ki, prostataszűrés, bőrgyógyászaton anyajegyszűrés, és a szájüregi szűrés az, ami még a daganatszűrésekhez tartozik. Melyikre van a leginkább igény? Ez nagyon érdekes, mert azt mondhatnám, hogy egy kicsit minden évben más, de nagyon minimális az eltérés, tehát ilyen 3-5 ember az eltérés mindegyikre. Mindegyikre. A legtöbb azért mindig a szúrásos vizsgálatokra van, tehát a koleszterin, a vércukor szűrésre. Talán ezt az is indokolja, hogy most már a laboratóriumban is kell időpontot kérni, és nehezebb, bizonyos időszakonként lehet csak, tehát ezért itt ingyenesen, időpont nélkül hozzáfér a lakosság ehhez a vizsgálathoz. Hát egyszer voltam, csontsűrűség vizsgálaton voltam, és most is arra jöttem, úgyhogy majd a férjemet is elküldöm, hogyha hazaért. Szóval igen, ez szerintem nagyon hasznos, mert esetleg itt ugye, fény derülhet valamire, és akkor utána úgy megy az ember orvoshoz, vagy valahova máshova. Honnan értesült a szadai egészségnapról? Szadai újságból értesültünk róla, és mindig el szoktunk jönni. Jó ötletnek tartom, itt mindent megcsinálnak egyszerre. És azért előjönnek a bajok. Milyen vizsgálatokon szeretne átesni? Hát most voltam EKG-n a cukorra, a lábvizsgálaton, aztán most itt ezt a cukorkoleszterin testsúly, még a csontritkulást szeretném megnézni. Mi az, ami értékelendő az egészség napban, hogy itt helyben szűréseket lehet igénybe venni egy napon belül? Hogy egy helyben, egy napon egy csomó mindenen részt lehet venni. Nem kell beutaló, nem kell időpontkérés. Ennyi. Ön mit szeretne igénybe venni, kipróbálni? A csontsűrűségvizsgálatot. Egyszer voltam a Flór Ferenc kórházban, de az évekkel ezelőtt volt, akkor még ilyen behívóval hívtak szűrővizsgálatra, és most már kíváncsi vagyok. 62 éves vagyok. Én úgy gondolom, hogy erre szükség van. Az egyik nagyon fontos dolog, hogy van egy regisztrációs lap, ami mindenkinek a vizsgálat eredménye fel van tüntetve. Ezzel elmegy a házi orvosához. Ha a házi orvos abban eltérést talál, akkor ezzel tovább tudja küldeni, akár sürgősségi beutalóval is, ha valami olyasmit lát, ami a sürgősséget indokolja. A másik, én azt gondolom, hogy a személyes találkozás az orvosokkal, az mindig egy út, egy kapocs. Tehát, ha valaki itt van, és meglátja az orvos, hogy neki valamilyen problémája van. Sajnos minden faluban találtunk például bőrdaganatot.
és ezért is hajtottam itt is le, hogy itt is legyen anyai egyszűrés, mert valahogy ez most nagyon-nagyon beindult, és nagyon sok a bőrdaganatos, és az időben elkapott bőrdaganat gyógyítható. Ez egyértelműen kimondható, még korábban ezt nagyon rossz indulnak tartották, ma már ez gyógyítható, csak nagyon fontos az időintervallum. Na most, ha valaki ide eljön és megnézi, természetesen a bőrgyógyász azonnal elindítja azon az úton, amin esetleg a házi orvos nem fogja, mert meg sem mutatja neki, hogy neki van egy anyajegye. Tehát ilyen szempontból én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Azért olyan orvosaink vannak, hogy például a rehabilitáció főorvosa a Fiumei úton a régi baleseti intézetből, a Klicsfalusi főorvos úr, ő csinálja a csontitkulásmérést, a Koltai doktor, aki szadai illetőségű, és ezért is jön minden évben, ő az onkológián főorvosa, a fejnyaksebészeten, amik ugye azért nagyon fontos dolgok, mert megvan az út arra a szakterületre, amit egyébként elmegy a gégészetre, végigjárja az utat, így pedig egyenesen oda jut, ahol esetleg ezt időben megoperálják. Tehát ezért érzem én ezt nagyon fontosnak. A Mucsi doktor a tüdőgondozóban van, tehát oda is azért könnyebben jutni, ha itt találnak valamit, mint hogyha ki kell várni a 3 hónapos vagy x idős előjegyzést. Fontos kormányzati cél a korai megelőzés és a már kialakult betegségek magas színvonalú és minél korábbi kezelése. Nagy belégzés, utána nagyon gyors kifújás, csak fújja ki az összes levegőt bele, és harapjon rá, és szárjon az ajkait. Jó volt? Oké. Azért jó, mert hogy jó értéket fújt egyébként, jobb technika is van. Ez így jó. Az egészségügyi rendszer átalakításának keretében a kormányprogram szerint is a megelőzésre és a lehetőség szerint ugye a helyben kezelésre helyeződik a nagy hangsúly, úgyhogy az átalakuló rendszerben a szűrővizsgálatoknak fontos szerepük lesz, és a házi orvosi szolgálat megerősítése is ezt a célt szolgálja, hogy lehetőség szerint minél előbb sikerüljön kiszűrni azokat a főleg a veszélyeztetett korcsoportoknál azokat a jeleket, amik betegségre utalhatnak, és minél előbb elkezdődhessen a kezelés. Amit mondjuk települési szinten lehet látni, lehet érzékelni, az, hogy a házi orvosi szakma előregszik, de vannak számok is, hogy az elkövetkező évtizedben több ezer házi orvos éri el, sőt haladja meg jelentősen a nyugdíjkorhatárt, tehát nyilvánvalóan a fiatal orvosokat, a mai rezidenseket kellene minél nagyobb számba bevonni a házi orvosi ellátásba, hiszen ez az első olyan lépcső, ahol az ember az egészségügyel találkozik, és a legfontosabb lépcső is, hiszen itt kezdődik a betegségnek a megállapítása, vagy az erre utaló jeleknek a fölfedése és a kezelés. Tehát nyilván a házi orvosi rendszert kellene erősíteni. Én úgy tudom, hogy komoly pályázati támogatások vannak a házi orvosok számára. Különösen olyan településeken vagy olyan régiókban nehéz a házi orvosi ellátásnak a megszervezése, amelyek hátrányos helyzetűnek számítanak, de lehet hallani erről, és ez megint csak kormányprogram része, hogy a bérrendezések és a különböző stimuláló, ösztönző intézkedések hatására azért ez a házi orvosi szakma feltöltött legyen. Egyébként pedig hát lehet hallani, lehet tapasztalni a médiában és a egészségügyi rendszer átalakításhoz kapcsolódóan, hogy nyilván a bérrendezésre, az életpályamodell kialakítására szükség van, illetve bizonyos hát hálapénzzel nem járó szakterületek, azok kevésbé betölthetők. Én bízom benne, hogy az elkövetkező körülbelül egy év, amikor ez az átalakítás legalább alapszinten megtörténik, azért választad ezekre a kérdésekre. A szűrővizsgálatok mellett az egészségmegőrzéshez kapcsolódó bemutatókon, alternatív vizsgálatokon és kóstolókon is részt vehettek az érdeklődők. Mit lehet itt megcsodálni és megkóstolni? Hát mindenféle gyógynövényt, tehát egyedi teákat is, levenduláteát, citromfűt, kamillateát, de problémákra való teákat is hoztam. Például a immunerősítő, méregtelenítő, az most nagyon alkalmas erre a tavaszi időszakba elkezdeni. Akkor vannak élvezeti teáink, mint a gyümölcstea, nagyon kellemes íze van mazsolával.
mekkora az igény rá most itt a szűrővizsgálatok alkalmával? Nagyon nagy az érdeklődés, meg úgy általában véve a gyógynövénytákra, és most már kezdi megint újra virágkorát élni, hogy elkezdtek az emberek hinni benne. Az évről évre egyre népszerűbb szadai egészségnapot a szervezők szándéka szerint várhatóan jövőre is megrendezik. Nagyon-nagyon szeretnénk, ha lenne jövőre is. Ez most már sajnos az önkormányzat pénztárcáján múlik, mert minimális, nagyon minimális pénz, de azért fizetnek az orvosoknak, meg azokért a testcsikkokért, amik egyébként nagyon drágák. Így azon múlik, hogy az önkormányzat ezt vállalja-e. Ha rajtunk múlik, akkor nagyon-nagyon szívesen és nagyon nagy örömmel jövünk Szadára.